Sziasztok! Mielőtt belekezdenénk a videóba, szeretném felhívni a figyelmedet a könyvklubra, illetve a filmklubra. Az egyikben havi egy könyvet olvasunk el közösen, majd értékeljük azt, a másikban pedig ugyanezt tesszük egy filmmel. Úgyhogy így ezeket a néha magányos dolgokat egy kicsit közösségi élményé tesszük, hogyha van kedved, akkor csatlakozz ehhez, linket találsz a leírásban. Úgy döntöttem, hogy elszámolok a tetteimmel. Azokkal, amiket megtettem, és azokkal is, amiket nem tettem meg. Sziasztok, itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon. Egy évvel ezelőtt kitűztem magam elé 10+1 célt a 2021-es évre, és ebben a videóban azt is ígértem, hogy fogok arról mesélni, hogy hogyan alakultak ezek a célok, akkor is, hogyha sikerülnek, és akkor is, hogyha nem. Úgyhogy azért, hogy betartsam a szavam, íme most az a videó, amiben elmondom, hogy ezek közül a célok közül mit, hogyan sikerült, vagy nem sikerült teljesítenem, és hát nem mindent sikerült úgy elérnem, ahogy szerettem volna. Mondjuk úgy, hogy 2021 megdolgoztatott engem. Kezdjük az egyes dologgal, ami a legnagyobb és legfontosabb célom volt, vagyis hát számomra ez volt a legmotiválóbb, ez a heti egy könyv elolvasása, tehát összesen 52 könyv elolvasása az év folyamán. Ma december 21 van, amikor felveszem ezt a videót, és még másfél hét van az évből. Most tartok 48 elolvasott könyvnél, most olvasom a 49-et, amit ma fogok befejezni. A fennmaradó másfél hétre három könyv maradna, amiben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy el fogom tudni olvasni, viszont hogyha kimarad egy vagy kettő, vagy hogy ennyivel nem sikerült teljesíteni a kitűzött 52-t, attól én még nagyon elégedett leszek, és elmondom, hogy miért. Azért, mert ez a kitűzés, hogy heti egy könyvet olvassak, ez rettentően motiváló volt nekem az év során. Folyamatosan a fejemben volt, hogy ez fontos, ezt szeretném teljesíteni, szeretném ehhez magam tartani, és voltak időszakok, amikor akár hetek teltek el úgy, hogy nem olvastam könyvet, vagy hetekig olvastam egy könyvet, mert annyira nehéz időszak volt az életemben, viszont voltak olyanok is, hogy egy hét alatt hármat, mert hogy volt rá több időm és lehetőségem, hogy belelendüljek az olvasásba. Ez a kitűzés, ez a célkitűzés, ez egyáltalán nem helyezett rám olyan nyomást, hogy már ne tudjam élvezni a könyveket, vagy csak azért olvassam őket, hogy meglegyen ez a szám. Ezért gondolom azt, hogy nem lőttem túl a célon, tehát hogy számomra egy ilyen reális mennyiséget lőttem be ezzel az 52 könyvvel, úgyhogy szerintem ez kifejezetten jó választás volt. Excelben is vezettem a könyveket, amiket olvastam, ahol írtam a dátumokat is, hogy mikortól meddig olvastam azt a könyvet, illetve saját magamnak pontoztam 1-től 10-ig, néhány helyre pedig még egy kis ilyen jegyzetet is írtam arról, hogy milyen volt ez az olvasási élmény, mert azt vettem észre, hogy évek múltán azért úgy kifakulnak, főleg a kicsit gyengébb élmények, és nem minden könyv hagy azért annyira mély nyomot, hogy néhány év múlva visszatekintve még mindig meg tudjam mondani, hogy milyen volt azt olvasni. Emellett pedig nyilván Goodreads-en jelölgettem magamnak, mert hogy a Goodreads az még mindig egy olyan applikáció, amit nagyon szeretek, és ahonnan sokat lehet szerintem inspirálódni. Szóval bár én most azt mondanám, hogy az 52 könyv nem lesz meg, mondjuk, hogy meg lesz 50 könyv az 52-ből, én ezzel elégedett vagyok, ezzel az eredménnyel abszolút. A második célom, amit kitűztem magam elé, az a havi egy új recept volt. És én ezeket a havi kitűzéseket talán nem igazán úgy nézném, hogy minden egyes hónapban egy, hanem úgy általánosságban mondjuk ezt is, hogy 12 új receptet tanultam-e vajon az év folyamán. És azt hiszem, hogy 12-t talán nem. Viszont mondjuk, hogy egy olyan 8-10 új recept lehetett, viszont itt is volt egy olyan időszak, amikor amúgy abszolút nem figyeltem erre oda, hogy új recepteket próbálja ki, mert egyszerűen annyira zsúfolt volt az életem, hogy így ez volt az utolsó dolog, ami érdekelt, és inkább úgy voltam vele, hogy csak csinálok olyan kaját, amit már tudok, ami könnyű, nem kell rajta gondolkozni, nem kell utána nézni, finom, egyszerű, elkészítem, kész. És aztán voltak azok az időszakok, amikor jutott egy kis tér az életemben arra, hogy experimentáljak, kipróbáljak, és újdonságokat próbáljak felfedezni, és ezekben a receptekben sütik is beletartoznak, sőt, főleg édességek tartoznak bele, mert hogy azokból nagyon sok újat megtanultam elkészíteni, mert hogy ez igazán motivál. Én nagyon-nagyon szeretek desszertet készíteni, főleg ha vendégek jönnek hozzánk, az egy kötelező elem, hogy legyen valami finom desszert, amivel fogadni tudjuk őket, hogy meg tudjuk őket kínálni. Ez nekem egy kicsit így a szeretetemnek, meg az örömömnek a kifejezése az iránt, az ember iránt. Aztán a hármas a minimális vásárlás, amit szerintem kiválóan sikerült teljesítenem, és ennek nagyon örülök, és hogy ez különösebb erőfeszítést nem is igényelt, vagy nem esett igazán nehezemre. Tény, hogy ebben Ricsi is partner volt, azt gondolom, hogy az év
folyamán minden egyes megvásárolt tárgyat nagyon jól átgondoltunk. Biztos itt is voltak bakik, amik félrecsúsztak, vagy azt gondoltuk, hogy jó ötlet lesz, aztán mégsem volt jó ötlet, viszont összességében nem volt impulzív vásárlás, nem voltak meggondolatlan lépéseim, és nem vettünk sok dolgot, tehát hogy költöztünk, tehát hogy nyilván a költözéssel járó vásárlás az volt, viszont alapjában véve azt gondolom, hogy az életünkhöz képest, így a 2021-es évhez képest szerintem igazán sikerült minimálon tartani ezt. És ehhez amúgy nem kellett volna a cél, szóval itt most a cél nem jelentett igazán plusz motivációt, mert hogy ez önmagában egy nagyon fontos motiváció nekem az életemben, tehát itt a cél nem vagyok benne biztos, hogy hozzáadott valamit is ahhoz, hogy ez így alakuljon. Mert ezt is el kell mondani, hogyha nem volt igazán hatásos a cél, teljesült, de nem ez volt az oka, hogy teljesült. Aztán a négyes a fejlődés a YouTube-on, és ezen úgy elgondolkoztam, amikor visszanéztem a videót, hogy mik voltak azok a pontok, amiket meghatároztam, és ott voltam, hogy fejlődés a YouTube-on. Hát technikailag nem történt fejlődés igazából a csatornámon, viszont technikailag én nem is hiányoltam annyira. Úgy gondolom, hogy így a kép, a hang, az jó. Tehát, hogy nem kiemelkedő, nem professzionális, de szerintem jó. Egy szempontból történt csak technikai változás, igazából lett egy ilyen állványom, kamera és telefonállványom, amivel most már állva is tudok, tehát, hogy egy álló pózig is fel tudom emelni. Ennek nagyon örülök, mert hogy ez nekem nagyon megkönnyítette, mert ezelőtt ne tudd, hogy én miket összebűvészkedtem, hogy a telefonom olyan magasságba kerüljön, hogy onnan tudjam elkészíteni a videót, és most már ez így nagyon egyszerű és nagyon jó, úgyhogy ennek a technikai fejlődésnek örülök, mert hogy erre igazán szükségem volt, hogy megkönnyítse a videózásnak úgy az egész élményt. Viszont technikai szempontból más nem történt. Én majd nagyon szeretnék egy jó kamerát, igazán jó lenne, viszont ez nem prioritás, hanem sokkal inkább a tartalmi szempontból volt nekem prioritás a fejlődés, és én úgy érzem, hogy ez megtörtént, és én ezt főleg az elmúlt hónapokban éreztem. Portugáliában volt egy olyan löket, meg így Portugália környékén, meg az esküvő után, ahogy úgy éreztem, hogy megkönnyebbülök, amikor elkezdett így áramlani a kreatív energia bennem, és a vágy, hogy elkezdjek új dolgokat kipróbálni. Ott a Portugália és az azutáni videók az szerintem, amúgy ez tükrözik is, tehát hogy ott igyekeztem valami plusz belevinni, és ez azóta is szerintem megmaradt. Úgy érzem, mikor milyen mennyiségben, mikor milyen intenzitással, de nagyon bennem van az, hogy szeretném a tartalmat mindig valahogy egy kicsit megújítani, valami kis pluszt adni bele, és ezek lehetnek apróságok, de nekem ez mind a fejlődés része. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez sikerült. Az ötödik a nyelvtanulás. Na és itt. Itt van sajnos az, ami az évnek az egyik felében teljesült, mert hogy az egyik felében nagyon jól haladtam a nyelvtanulással, nagyon intenzíven, nagyon eredményesen, és aztán azt hiszem az egyik kérdezfelelek videóban meséltem erről, hogy volt egy megtorpanás, ami hónapokon át tartott, és hát még mindig nem állt vissza teljesen arra az intenzitásra a nyelvtanulásom, mint ahogy az korábban volt, és ennek egész egyszerűen magánéleti okai voltak, hogy miért nem maradt tér és energia számomra arra, hogy a nyelvtanulásra tudjam igazán azt fordítani. Amit persze valamilyen szinten sajnálok, viszont nem igazán bántam meg, hogy így alakult, mert hogy értem, ez most így volt teljes, tehát hogy számomra ez az év, ez abszolút a változások éve volt, de hogy ezen pont tegnap beszélgettünk erről, hogy minden szempontból, tehát az életemnek minden területén egy jó nagy változás állt be, és ez a munka, a párkapcsolat, a magánélet, a család, egy csomó minden, ahol olyan jelentős változások álltak be, amit nem volt sokszor egyszerű lekövetnem, viszont úgy érzem, hogy ez tök jó, hogy megvan, meg tök jó, hogy a nagy részén most már túl vagyok, és itt vagyok, és a nyelvtanulás az abszolút, azt gondolom, hogy olyasmi lesz, ami vissza fog térni az életembe, és bízom benne, hogy ugyanúgy fog visszatérni az életembe, ahogy az korábban megtörténhetett, viszont ez rámutatott nekem egyébként arra, hogy nagyon sok mindenhez, hogy nagyon sok ilyen plusz dolog, ami egyébként örömet okoz az életemben, ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak, nekem stabilitásra van szükségem. Stabilitásra a hétköznapjaimban, és így egy valamilyen nemű nyugodtságra az életemben, hogy tudjak ezekre igazán koncentrálni. Úgyhogy ez egy viszonylag új dolog volt számomra, vagy egy új felismerése annak, hogy igenis amúgy fontos a stabilitás. Nagyon jó dolog a változás, de hogyha minden megváltozik hirtelen, akkor ez egy nagyon nehéz helyzetbe tud hozni. Akkor a hatodik, a több friss levegő, és itt bedobtam egy olyat is, hogy havi egy túra,
A több friss levegő az szerintem az évnek a legnagyobb részében sikerült, főleg amióta Luna is velünk van. A havi egy túra az nem minden hónapban sikerül, szóval én azt mondanám, hogy az év háromnegyedében azért úgy megvolt az a havi egy túra, viszont voltak olyan hónapok, amikor nem. Például az esküvőnket megelőző 2 hónapban nem volt, de aztán a nászutunkon pedig egy olyan jó 20 kilométeres túrára mentünk, aminek a fele, az első 10 kilométer az így meredeken ment felfelé, úsztunk az izzadságban, nagyon-nagyon szuper volt. Bocsi, csak közben Luna itt játszik. Úgyhogy megvolt azért ennek az egyensúlya, szintén voltak olyan időszakok, amikor nem volt prioritás, hogy túrázni menjünk hétvégén, és aztán voltak azok az időszakok, amikor pedig ez lehetséges volt, és akár ezt baráti programokkal is összekötöttük, és ezeket nagyon-nagyon élveztem. Úgyhogy szerintem amúgy egy jó célkitűzés volt, meg mindenképp egy biztató célkitűzés, hogy a havi egy túra azért az úgy kell a léleknek, mert hogy akárhányszor elmentünk, volt olyan, hogy náthásan mentem. Én annyival jobban éreztem magam a végére, pedig hidegben voltunk, tehát hogy hűvösben voltunk túrázni, de attól, hogy ott voltunk az őszi erdőben, és attól, hogy a barátainkkal voltunk, és beszélgettünk, és nevettünk egy napon át, én a végére szerintem a legmegkönnyebbültebb ember voltam, és ez abszolút, abszolút segített egyébként az egészségemnek is. Akkor a 7. a munka és a magánélet közötti egyensúly. Ez egy nehéz dolog. Azt hiszem, hogy sokszor sikerült megtalálnom az év folyamán, viszont simán volt, amikor ebbe belebuktam. Viszont annak nagyon örülök, hogy folyamatosan kerestem ezt, és hogy dolgoztam azon, hogy ez meglegyen. És azt hiszem, hogy a végeredmény, vagy hát bízom benne, hogy a végeredmény az az lesz, hogy sikerül elérnem. És sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert hogy ez folyamatosan foglalkoztat engem. Mindenképp látom azt, hogy tettem előre lépést ebben, és elkezdtem megfogalmazni az igazán fontos dolgokat az életemben, és azt, hogy hogyan szeretném, hogy kinézzenek például a hétköznapjaim, hogy szeretném, hogy megoszoljon, hogy szeretném, hogyha megoszlana az arány a munka és a magánélet között, és én bízom benne, hogy bízom magamban, hogy ezt el is fogom tudni érni. De mondjuk úgy, hogy ez nem nincs 100%-osan kész, de történtek lépések benne. Több csomagolásmentes vásárlás. Mi pontosan az év felében költöztünk el Budapestről, egy olyan városba, ahol nincsen csomagolásmentes bolt, viszont nagyon közel lakunk Budapesthez. És azt hittem, vagy aggódtam amiatt, hogy ez majd azt jelenti, hogy kevesebb dolgot fogunk csomagolásmentesen venni, viszont ezt nem ezt eredményezte, csak igazából sokkal szervezettebbek lettünk. Ritkábban megyünk csomagolásmentes boltba, tehát ilyen szempontból nem többször kezdtünk el járni. Viszont amikor megyünk, akkor nagyon felkészülten, és igyekszünk több mindenből beszerezni alapanyagot, ami aztán mondjuk, hogy a következő hónap nagy részére elég lesz. Nem vásárolunk még mindig mindent csomagolásmentesen, tehát, hogy ugyanúgy veszünk csomagolásos dolgokat is, viszont vannak olyan termékek például, amiket már csak csomagolásmentesen szerzünk be, és erre én például nagyon büszke vagyok. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez teljesült. A célt azt elértük. 9. Odafigyelek jobban a testemre. Ez nagyon hullámzó volt. Szóval voltak olyan időszakok, amikor én szerintem minden tőlem tehetőt megtettem azért, hogy a testemben jól érezzem magam, és ennek meg is volt az eredménye. Konkrétan 2 hónapot szeretnék kiemelni, amikor heti 4-6 alkalommal sportoltam. 4-6 olyan nap volt, amikor valamit sportoltam. Nagyon változatosan tettem ezt, és ez egy nagyon jó időszak volt, tehát egy leírhatatlanul. Igaz, hogy fárasztó, mert azért a heti 6 sport, az úgy láttam, hogy nekem már egy kicsit sok volt, viszont akkor tele voltam energiával, és ez abszolút nagyon-nagyon élveztem. Szerintem ekkor tudtam legjobban odafigyelni a testemre, mert nem egész nap azon gondolkodtam, hogy hogy van a testem, viszont minden nap tettem azért, hogy jó legyen. Még azokon a napokon is, amikor úgymond pihenőnap volt, akkor is vagy sétáltam, vagy valami volt azért, szóval, hogy valamit tettem azért, hogy fizikailag is jól érezzem magam. Ez szeptember-október volt, és augusztusban adta magát egyébként a sok mozgás a nászúttal, mert hogy ott rengeteget gyalogoltunk. És novemberben jött aztán egy olyan időszak, ami sok szempontból volt labilis nálam, és tehát hónapnak legalább a felét egyébként betegen töltöttem, ami szabad esés azonnal, tehát nyilvánvalóan nem volt se kedvem, se energiám sportolni, amikor éppen csak azt találgattam, hogy hogyan tudok kijönni már ebből a betegségből. Azóta pedig ez lassan áll vissza. Én ezzel kapcsolatban is azt láttam, hogy amíg van valami stabilitás a hétköznapjaimban, addig nagyon jól tudok erre is koncentrálni, jól meg tudom szervezni a napjaimat, viszont hogyha kihúzzák egy kicsit alólam így a talajt, akkor az minden területet érint.
És ez az ugyanúgy a sportot is érintette. Most már viszont nagyon érzem a testemben egyébként, hogy vágyom arra, hogy újra mozogjak, úgyhogy most szépen lassan elkezdtem ezt visszahozni, és lesz majd ezzel kapcsolatban egy kitűzött célom, de erről majd egy másik videóban. 10. Kevesebb képernyőidő. Itt sem tudom sajnos azt mondani, hogy egész évben sikerült ezt teljesítenem, mert hogy az év nagy részében egyébként több applikáció le volt törölve a telefonomról, ami a legjobban odaszögezett engem a képernyőhöz. Az egyik ezek közül a YouTube Studio, amivel aztán úgy voltam egy időben, hogy jó, már leszoktam róla, visszatöltem a telefonomra, nem lesz semmi baj. Aztán sejtheted, nyilvánvalóan egy csomószor ellenőrizgettem, és egy ilyen addikciószerű dolog volt az abszolút, hogy lássam, hogy mi történik egyébként a YouTube-on, ugye a YouTube csatornámmal, és mikor aztán erre így rájöttem, akkor úgy voltam vele, hogy nem, ez sajnos ugyanoda visszacsúszok, ha engedem. Úgyhogy újra kitöröltem. Az Instagramnál az a módszer, amit hát úgymond kitaláltam, vagy hogy saját magamnak alkalmazok, az az, hogy nem követek embereket, az nagyon sokat segített. Úgyhogy még így is használok Instagramot, még is fel szoktam menni, van akinek, megnézem az oldalát, viszont alapjában véve az Instagram kéretlenül nem önti rám embereknek a tartalmát, és ez nagyon-nagyon sokat segít. Úgyhogy ha az egész évet nézzük, akkor egészen biztosan kevesebb lett sokkal a képernyőidő szerintem. A telefonom használatának a fele szerintem a videókészítés most már, és a másik fele csupán a minden más, és ennek a másik felének is a jó nagy része a podcast hallgatás, mert hogy erre használom leginkább, és ezzel én így elégedett vagyok, szóval ezt igyekszem így megtartani. De tény, hogy voltak, meg biztos lesznek is még olyan időszakok, amikor itt kicsit nem figyelek annyira oda erre a dologra, és akkor így visszacsúszok belé, és akkor újra kell, hogy na, megint megtörtént, gyere másszunk ki belőle újra. És egy kicsit ciklikusságot is látok ebben, hogy amint nem figyelek oda annyira, vagy nem vagyok olyan éber, nem vagyok olyan tudatos a telefonhasználatommal, akkor egyből elkezd visszarántani. Úgyhogy amúgy erre nem árt odafigyelnem. És a plusz egy dolog az volt, hogy hallgassak több zenét, és ez megtörtént. Abszolút szükségem volt arra, hogy hallgassak több zenét, mert hiányzott az életemből, és hallgattam. Ennyi. Hallgattam több zenét. Úgyhogy ezzel boldog vagyok, ezzel elégedett vagyok, és ez remélem, hogy így is marad. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a videó alatt. Én igazán úgy gondoltam, hogy ha már így elmondtam, hogy mik ezek a célok, akkor az úgy teljes, hogy elmondjam aztán azt, hogy hogyan sikerült az év folyamán ezeket teljesíteni. Ezek a célok nekem nagyon motiválóak voltak. Hangsúlyozom, hogy nem fogadalmak, szóval nem az történik, hogy megszegem valamilyen fogadalmamat, hanem ezek célok, amik számomra megmutatják kicsit az utat, inspirálnak, hogy mik azok, amiket el szeretnék érni. Megnevezem őket, hogy mik ezek a dolgok, amik nekem fontosak, és ez számít. Mert ha csak úgy a fejemben elgondolok dolgokat, az általában nem annyira kézzelfogható, így pedig, hogy kimondtam, sőt, még videót is készítettem róla, így számomra ez kifejezetten motiváló volt, úgyhogy biztosan fogok készíteni 2022-re is egy ilyen listát. Valószínűleg, hogy valamivel rövidebb lista lesz, és más. De ezt majd a következő videóban fogod látni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Hello!